Jó napot, sziasztok! Közeledik a tavasz, úgyhogy beüzemeltem a melegvizesítatót. Néhány szót szólnék így előjáratban, hogy miért van szükség a melegvizesítatóra. Azért van szükség a melegvizesítatóra a méheknél, ugyanis amikor ilyen jobb idő van, mondjuk most is van 15-16 fok, a méhecskék elkezdenek mocorogni, és elkezdenek mocorogni, és elkezdik hordani a fiasításnak a virágport és a vizet. Ha vizet találnak a méhek, akkor megszívják magukat és hazaviszik, és azzal letetik a fiasítás meg az otthoni ö, otthoni méheket. Volt kint az előtt is egy sima teljes láda egyébként, abba is volt víz folyamatosan, hogyha keressenek, akkor. Akkor találjanak itt a közelbe is, de ez amiatt ö, nem túl előnyös, hogy ilyenkor amikor tömegesen megindulnak majd a vízhordásra, ilyenkor ö, ahogy rárepülnek a hideg vízre és megszívják magukat, a kis testük fogja magát és ledermed. Ledermed és nagyon sokszor nem érnek haza. Nem tudnak hazamenni, mert úgy ledermed a kis testük, a fáradt testük, ami itt a telelésbe kifáradt, kimerült, hogy nem bírjak hazamenni és elpusztulnak. Volt, aki kommentbe kérdezte is, hogy miért lát például csatorna környékén a csatorna vízben rengeteg elhullott méhecskét, ezt azért, mert valószínűleg ott a közelben van egy méhes, ahol nem volt kint még a melegvizes itató és emiatt elmentek a csatornára és ott megszívták magukat, ledermettek és elpusztultak. Ugye minden méhecske számít nekünk, úgyhogy ki kell rakni ezt a melegvizes itatót és így kényelmesen etethetik majd a fiasítást. Egyébként ez, egy, ez is egy nagyon egyszerű, Kálmán barátom csinálta jó néhány évvel. Azt ne kérdezzétek, hogy hol lehet, meg mint lehet beszerezni, meg milyen fajta ez a melegítő, mert ezt már nem tudom, igazából itt vannak a paraméterei, így rákerestek neten, ha szeretnétek csinálni, akkor megtaláljátok. Az 220-szal üzemel, hálózati áramról, Ö, ami most pont nem a legelőnyösebb, mert ez innentől nagyjából áprilisig beszokott dugva lenni, hogy akármikor, amikor jó idő van, ők ki tudjanak jönni és találjanak vizet ugye most azért megemelkedett ennek is a költsége az áramnak, úgyhogy hát jobb lenne terve van átalakítani majd egy napelemesre, de abból is egy olyan rendszer, amit már érdemes lenne megvenni, az mondjuk egy ilyen 120.000 forint környéke, ahol már egy 1500 wattos inverter van, amivel mondjuk, amikor ezt nem üzemeltetem, mondjuk a fúrót kutat elbírná, bár mégiscsak olyat lenne érdemes venni, úgyhogy, úgyhogy terve van az is, talán ma jövőre beszerzek egy olyat is, de addig marad a hálózati áram, amit valószínű, hogy kibe fogok dugdosni most, hogy így megemelkedett az áramköltség, ami nagyon kényelmetlen lesz, mert ugye mindig akkor ki kell önteni majd a vizet, hogy ne maradjon abba a kazánba, ugyanis hogyha benne marad a víz szét, vagy akkor szétnyomhatja, nyilván nem tesz neki jót, nem úgy, mint amikor be van dugva éjjel-nappal, és akkor a meleg víz ugye melegen tartja, és tud működni. Csak hát ez most nem gazdaságos. Na ennyit így a melegítőnek, vagy a melegüzesítető melegüzes részére. Még egyszer megmutatom. Egyébként nagyon egyszerű elven működik. Egy már meg is érkezett, de őt is csak a műszaki adatok érdeklik, nem a vízzel foglalkozik még. Nagyon egyszerűen működik. Itt erről az oldalról lehet látni, hogy Van egy csatlakozás a kazán tetején, meg van egy a kazán alján. Itt alul bejön a hideg víz, felmelegíti, felül pedig kijön a meleg víz, és így folyamatosan cirkulál szépen, lassan. Így működik ezen az elven, működik. Egy teljesen egyszerű akátszvaháncsokat tettem rá, olcsó, ingyen van, van belőle mindig bőven. Egyébként ezt használom a füstölőbe is, és egy kis sót tettem azért, megszortam a, a háncsot sóval azért, hogy ide szokjanak a méhek, ugyanis ilyenkor megindulnak, akkor előnyben részesítik ugye az állóvizeket, a szomszédba az állatok vizére is rámegy, aminek sehol nem szokta körülni általában, ugye mindig elmondjuk ilyenkor, hogy Hát az az ári megoldás, hogyha nem ugyanoda teszik mindig az itatót, de mondjuk ez egy csöpögő kerti csapnál, vagy egy vájus rendszernél egy disznóolva nem mindig megoldható, hogy arrébb rakják, mint mondjuk a kutya vizét, hogy kiborítom, aztán holnap három méterre arrébb rakok, akkor már nem úgy szoknak ide a méhecskék. Ez egy olva nem egyszerűen megoldható, de, de sajnos nincs más megoldás. Így próbáljuk meg itthonra szoktatni a méheket, hogy minél korábban rakunk ki itatót, hogy eleve ide járjanak. És az például, hogyha megszórjuk sóval, akkor az ásványi anyag tartalom miatt inkább ide fog jönni, mint egy, mint egy ö, friss vízre, egy mondjuk egy csirke vagy egy sertés vagy disznó kutyának a vízére a szomszédba, inkább ezt részesítik előnyben. Egyébként ö, nekem is itt is nyárom, amikor már jobb idők vannak, akkor van egy ilyen csepegtetős itató, itt jó hosszan, szépen lassan, folyamatosan csepeg, minden reggel feltöltöm, végig folyik ezen az itató részen, ami szép mohás lenni általában az jó meg is szívja magát, és akkor gyönyörűen rábírnak szállni, és akkor iszogatnak a méhek. Na megérkezett az első versenyző. Ez már kellemesen meleg egyébként, nagyon gyorsan felmelegítette a vizet. Már ott is van. Lehet látni, hogy szívja magába, kint van a szipókája. És akkor szívja magába a meleg vizet, langyos vizet. Így nagyon jó, mert így nem dermed meg, hanem hazamegy, otthon lekommunikálja szépen egy risszálótánccal, hogy hol találta a meleg vizet, és a vizet, és akkor ide fog szokni szépen egy pár nap alatt az összes, amikor jó idők lesznek, akkor idő jönnek ki. És akkor innen fogják hordani. Ezt a pontot fel kell tölteni, meg hát így, hogy ugye ki fogom öntözgetni, plusz mozzera, de, de itt tudom megoldani. Egyébként még mindig nyáron is, most is kint van, így a téli időszakban is volt kint folyamatosan két teljes láda, meg két csatornának is egy ilyen vízgyűjtőbe ment a víze. Ezek folyamatosan kint vannak nyáron is, úgyhogy 5-6 helyen van kirakva nekik itt attól, hogy soha ne fogjon el, mindig legyen elegendő vízük. Ugye a méheknek is jó, hogy nem kell távolra menni szomszédoknak is jó, nekünk is jó, hogyha kevesebb az atrocitás, hogyha itthon bírjuk tartani a méheket. Persze óvatatlan, véletlen mindig előfordul, hogy átszökök egy csapat, vagy jó néhány máshova, de, de ez ellen nem tudunk mit tenni, vagyis legalábbis megpróbáljuk ezt megtenni, hogy itthon tartjuk, és ennyi. Ennyit a melegvizesítatóról. Köszönöm, hogy megnéztétek a videót, ha tetszett, akkor kedveljétek és osszátok meg a barátaitokkal. Ha bármi kérdésetek van, vagy kommentetek, vagy kérdésetek van, vagy elmond szeretnétek mondani, hogy ti hogy csináljátok, azt a komment szekcióba megtehetitek. Köszönöm, hogy megnéztétek a videót, sziasztok!